Jó reggel, Vietnám! Szevasztok gyerekek, üdv a csatornán! Képen jelentkezik következő csodálatos Lada szerelő videóval. Tök jó, hogy nem kell éhezni, nem kell szomjazni, hanem tudunk foglalkozni a valós dolgok, problémákkal, dolgokkal. Ezt tök élem. Viszont, mit akar csinálni a Keeper? Hát, amit szeretett volna, az... Jó, azt néztem, hogy ez oké. Jó, itt... Igen, a generátor megvan. Azon agyalok, hogy... Hát szerintem mit kellene? A futóművet? Lehet, hogy rá kéne rakni egy futóművet a kocsira? Az se lenne rossz. Egy kicsit... Istenem, gyerekek, annyi mindent csinálnék, mint az át, de mondjuk a motort össze kéne rakni, mert megvettünk hozzá minden alkatrészt. Nézzük át gyorsan, hogy mi az, ami hiányzik nekünk. Bár a hűtőt azt lehet, hogy csak a frontra fogom tudni felszerelni, úgyhogy az a gyanús, hogy azzal meg leszek lőve, szóval azt nem tudom, hogy az hogy fog sikerülni. Hova megy a vízpumpa ezen a kotlán egyébként, srácok? Ada? Hozzá a kotlán! Ezen a kotlán a vízpumpa, hova megy, azt mondja a Keeper, mert nem tudja, mert béna, mint a atomja. Vízpumpa, vízpumpa, hány csavar fogja a vízpumpa? Jó, befejeztem, bocs gyerekek, elárulok egy titkot, annyira rá vagyok függve a játékra, hogy második részt tolom folyamatosan. Nem álltam le az előző rész után, úgyhogy ha írtatok ahhoz, akkor az lehet, hogy annyira nem fog működőképes lenni. Ez egy olajszűrő, ugye? Jól látom? Egy olajszűrő. Ide rakok mindent, ami kellene nekünk. Egyébként tök megindítanám a motort. Meg lehet indítani a motort úgy, hogy mit tudom én, csak nincsen se futómű, se semmi. Biztos meg lehet, miért ne lehet? Na várjál, mit akartam még vinni ki? Ez mi az a nyámbalaga? Ez valami vezeték. Ja, itt a generátor. A generátort kéne becsettinteni. Meg figyelj, igazából rakunk bele egy aksit, meg ilyesmi, azt szerintem már indulhat a Verda, nem? Nagyon kíváncsi vagyok, figyelj, kéne erre egy szí, viszont egy alternátor szí. Azt is vettünk szerintem, oda van. Ezt megnézzük majd, ha esetleg valami HP-s. Várj, először nem ártana lehúzni a csavarokat. Mindjárt begugolok ide. Oké. Figyelj, ez igazából két csavar foghatja, mert ugye ezen fordul, ezzel meg fixálod, szóval nem gond. Szerintem ez teljesen mindegy, milyen sorrendben rakod. Oké. Ibaz, oda hiányzik még valami hely. Hát hogy van egy ilyen rohadt nagy kerék, minek hívják? Ez. Jó, hát egy csomó minden alkatrész az meg ugye kuka, mert összevettem minden hülyeséget. Oké, és oda is kell egy möszme nagy csavar. Oké, gyerekek, szerintem ez tök jó vagyunk. Figyeljetek, ez konkrétan ez ilyen lassan ilyen indulásra kész motor szerintem. Műszerfalat is, meg mindent egyébként ezért fogok venni újat. Figyelj, olajszivattyú, ami kell. Ja, az olaj, mindent ide hordok egyébként, ami kellene. Azt mondom, az hol az anyámban van ennek a... Ja, itt a haj megvan. De figyelj, ez nem is kell, hát ez kézzel csavarod be, ez biztos, hogy nem. Ezzel nem kell semmit csinálni. Oké. Hű, gyerekek, nagyon izgulok. Ebben a részben megindítjuk a motort szerintem. Ezt megnézzük, milyen hangja van. Figyeljetek, kéne nekem, szerintem mi kellene a motor megindításához. Ami kell, hát az még váltó sincs benne. Ez egy problémát jelent. De attól még meg lehet indítani a motort? Figyeljetek, egy bateri dolgot akartam megnézni, hogy... Figyelj csak, bateri van. Meg hogyan az anyámba? Ezt a batterit... Hogyan? Mi fogja oda? Várja, hol van a izém? Lehet, hogy csinálok rappalt, legalább nem ez a... Pillanat, gyerekek, legyen nappal legalább. Hol van az aksim? Már csak azért. Mert azon meg tudnám nézni, hogy van-e valami fölfogatás. Hú, gyerekek, mi van itt? Jaj, Sanyi! Hol az anyámban van az aksim? Nem is volt aksim, vagy mi? Nem volt aksim ebbe a kocsiba? Mindjárt elmegyek, megnézek egy Ladát. Komolyan. Figyelj, elmegyek megnézni. Talán egy Ladát betölt.
Meg kell nézni, srácok, mert az nekem gyanús, hogy valami oksi felfogatás van. Figyeljétek, vették egy, még egy ladát, ahhoz, hogy így mindig megnézném, hogy hogy kell összerakni, nem? Ez durva lenne. Ja. Na, fogadjunk, nem rak be ladát. Amilyen, annyira szerencsé van, azt figyeljétek meg, hogy nem fog berakni ladát. Na, egy motort ide még mit rak? Na, biztos voltam benne. Na, mindegy, akkor cseszhetem. De nem tudom, hogy az aksi az... Hát valahogy be kéne fogadni, nem? Hogy rá a saru, azt is te rágyad, de hol van nekem aksim? Hát nehogy már nem volt aksiba kocsiba. Tényleg nem volt aksiba kocsiba? Az mi a fasz? Ez meg mi az a tököm, gyerekek? Na, ez mi? Ez mi, gyerekek? Ez mi az, anyám úristene? Ez mi? Na, ez mi? De várj, ez az izé, basszus, ez még a... Ez valami másé, ez nem a ladáé. Ha menj a francba, hallod? Majdnem itt már minden bajom volt, hogy mi lesz ezzel. De hogy a aksi nem volt az enyémben, az elég érdekes. Na mindegy. Ezzel nem vagyok kibékülve most. De én ezt ide bedobom, helyre. Hát ide mutatja. De csak ennyi? Na mindegy, hozzunk valami kábelt. Mivel tudom bekötni ezzel? Hát nekem ez nagyon gyanús, gyerekek, hogy ez jó lesz így. Ennyi. Ez nem fog kiesni, ha érő. Érted, ennyi, így. Jó, be van ködve. Figyeljetek, kéne nekem egy műszerfal, egy gyújtása kapcsoló. Azt szerintem, ja, meg üzemanyagtank. Aztán mehetne a buli. Rakjunk egy üzemanyagtankot, elvileg. Aha. Hoppa, ez nagyon jó lesz ez, hogy becsavarozzuk. Mindjárt indítjuk a motort, legalábbis megpróbáljuk. Köszörű, 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 köszörű. Kell majd hűtőfolyadék, ez az, aztán mindjárt jó lesz. Ennyi volt, egy csavar fogta. Mindjárt följebb emelem, nehogy megszívassuk magunkat. Szerintem egy csavar fogta, gyerekek, ezt a üzemanyagtankot. Oké. Okay. No problémó, semmi gond. Jó az nekünk, hogyha egy darab csavar fogja, az se érdekül. Ja, a váltó az nagyon nincs alatt. Az kicsit ki vagyok akadva, hogy a váltó az mi fogja. Ezek ugye nem kellenek, ezek a gagyi alkatrészek voltak. Ja, várja. Légszűrőház nem kell, ez nem kell, mert gagyi volt. Ez mi? Üzemanyagvezeték, ez viszont... Ott van adja? Ez viszont kell, meg az üzemanyag pumpa is kéne. Pam, 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 azt be kéne rakni, gondolom a tankba. Vagy ez hol van az AC? Ja, az AC pumpa az valahol. Na, ott volt. Oké. Okay. AC pumpa. Ugye ránézek, hogy hova. Hogy van-e csavarja, vagy bármi. Aha, van ott kettő, jó. Hú, gyerekek, föl vagyok pörögve. Mármint így nagyon várom, hogy beindítsuk ezt a verdát. Álljunk föl, vagy valamit csináljunk. Hol van ez a csavarkulcs? Ott van. Kéne vennem egy ilyen tizet, azt akkor lerakom akárhova is, nem? Megvan oldva a probléma, nem? Mekkora flash lenne? Üzemanyag megvan, megvan. Kell nekünk egy üzemanyag vezeték. Szerintem így be fogja kötni hátra, nem fog ezt tökölni. Csak nem tudom, hol kell csatlakoztatnom, hogy itt előre vagy hátul. Ah, itt előre. És akkor most be is lett ködve? Így gyerekek, ha itt aztán meglánc valamit, akkor igen csodás gyerek vagy. És tudom, gondolkozok, hogy ez most elmegy hátra, vagy hol vagyok. Azt se tudom, hova csatlakozott. Ott megy be. Srácok, ez biztos, hogy csatlakoztatni kell ezeket, nem csak így lógnak. Jaj, nézzük. De mindjárt kiveszem. Hova csatlakozik, Dick? Jaj! Nem látom, hova kerül rá.
az? Ez fogalmam sincs. Ah, oda! Ott kell, ott a csatlakozó. Megvagyunk. Megvan a csavar, jó van, oké. Jaj, bocs, hogy egyébként itt nem beszélek annyit, de annyit kell koncentrálni, hogy az őrület. Meg kell indítani bálma a motort. Üzemanyag, mindjárt megtankolunk. Kéne bele motorolaj is. Itt is be kell kötni az üzemanyag vezetékemet? Jaj, lehet, hogy nem. De egyébként tényleg olyan FPS dropokat produkál bazza ez a játék néha. Szerintem itt nem kell. Az, na jó, hát ez nem csatlakozik rendesen, elég hülyén néz ki, de szerintem ez ennyi volt. Jó, üzemanyag vezeték bekötve. Mi az, ami nincs? Hűtőkére rá, a Mártala. Kellene egy alsó, meg egy felső pipe. Megy a motorba bele a... Ott kéne lennie, de miért nem? Why not? Ott a... Ott van a izé, a cső, hát miért nem megy bele, vagy mi az anyád talaga van? Itt valami nem stimmel. Lehet, hogy egyébként a frontot fel kell raknom hozzá, lehet, hogy arra csavarozott föl. Azon gondolkoztam be az előtti részbe is, hogy lehet, hogy ezzel be fogom szívni. Szóval így nem fogom megúszni, hogy... anélkül legyen. Aha, ez tuti. Ez tuti gyerekek, ez így nem fog működni. Mert a hűtőt hova az anyámba rakom föl? És ez a hűtőhöz fog csatlakozni. Aha, ez így nem lesz jó. Ej, nem lesz jó, gyerekek! Föl kell raknom mindenképp ezt a lemezt. Szerintem erre csatlakozik a izé. De várjál, így nem tudom megcsinálni. Nem. Azért komolyan mondom, egy ladát meg tudnék nézni, nem lenne ilyen gondom. Aha, erre csatlakozik, látod? Akkor kell egy izé, egy ilyen front. Front panel, hát ezt jól találtok. Mivel kapcsolom ki a izét? Várjatok már, megőrülök. Ezt a lámpát, mert folyamatosan megy a lámpám. Fú, bazza, mi van itt? Hol van a izé lámpám? Handbrake, shift. Ha, horn. Shit in the car. Fű, te édes. Fejlámpa, T. Azt, hát miért nyomtam én T-t? Akármikor is, bármikor is. Ha? Komolyan mondom, nem is tudom, miért nyomtam T-t valaha. Igen, kell egy front, egy lada front. Mi a? Várja. Az buddy. Uh-huh. Front. Ez mi az, hogy GT grill? Van külön GT-hez való izé? Nézd már meg. GT-hez való rács. De egyébként a frontot nem értem, hogy miért nem dobja ki. Hogy most már kidobja? Nem, bazza, miért nem dobja ki? Komolyan mondom, néha ezt én nem tudom megérteni, hogy ennek az a neve, bazza, hogy front. Front panel. És nem dobja ki? És ezt már megcsinálta ezelőtt is, mert ez a számát láda. És hiába, nem dobja ki, bazza. Komolyan mondom, ez varító. Varító, gyerekek. Na, hol van a front panel? Itt van egy front panel, de ez ilyen izés, ilyen négy kör lámpa. Nekem nem négy kör lámpa kell, nehogy már ne legyen nem négy kör lámpa, mert megőrülök. Grill GT. Van Grill GT, bazze, de jó. Lehet ilyen GT-set. Júj, oda néz, ott van a... Jó, de jó, ott van a front panel, figyelj, itt van az a neve front panel, bazze, nehogy ám jól érezd magad. De egyébként ez a GT, ez mi az anyád valaga? Van front panel GT. Vegyünk egy ilyet. Ezt rá lehet erre szerintem. Látod? Ezt erre lehet, nem? Mondjuk nem biztos. Grill GT. Nem tudom megérteni, ez most nem tudom, hogy jönnek össze. Mi a pöcsöm ez? Lehet szélesítéseket? Baza, lehet szélesítéseket?
Igen vagy, ez nagyon jó. Ó, lehet szélesítéseket venni, gyerekek. Na figyelj, mindegy, ezt veszünk egy ilyet. És megnézek rá, hogy ilyen GT grillt, hogy ezt rá lehet rakni. Hogy ezt rá... Ó, bazzá. Te szerinted? Hát ez nem tudom, hogy ez gyanús, hogy lehet, hogy nem lehet rárakni. Hanem a másik fajta frontra lehetett rakni, látod? Várjál, akkor ezt nézzük már egy olyan frontot. Megütöm, hogy GT, az se bazza, nem, egyszerűen ez hülye a játék, ilyen szempontból. Buddy, buddy, buddy. Ezt kell megvenni hozzá. És hogyha ezt rakod, akkor föl tudod csapintani rá ezt. Tudod? Fekete GT izét, maszkot. Úgyhogy ez szerintem ez fog lenni. Jó, hát ezt tudjuk cserélni, ahogy van. De nekem ez bejövős egyelőre. Remélem föl is megy rá. Ne viccelj! Meg lehet szélesítéseket, azért azzal elég beteges lesz, nem? Na srácok, ezt viszont föl kéne csavarni. Jaj, de jó! Annyi mindent lehet ebben a játékban. Ez annyit fejlődött ez a játék, hogy bár minden indie játék így fejlődne, mint ez, gyerekek. Akkor nem lennének gondok. Ezt nem úgy kell fölhegeszteni, ugye? Ez csavaros. Szerintem ez csavaros, ugye? Ezt úgy kell felhegeszteni? Ez lehet, hogy hegeszteni kell még, bazze. Komolyan, ezt még hegeszteni kell, gyerekek? A tököm az, ezt már levettem ott két, nem? Most nem vagyok lőve. Na mindegy, hol a hegesztőm akkor? Ő, gyerekek, ilyen kuplerája, meg szerencse, hogy gépet cseréltem, mert szerintem itt izé lenne, harakiri lenne. Mindjárt megnézzük, hogy ezt... hegeszteni kell, basszus. Nem is kevés helyen. Aha, ez jó. Ez jó, gyerekek. Azt lehet, hogy leengedem, megnézem belül is, inkább mindenhol legyen lehegezve. Akkor GT frontja lesz a Verdának. Bármit is jelentsen ez, és ez megint elfogyott, úgyhogy lehet, hogy még kell hegeszteni, csak nem látjuk. Nem, elfogyott, jó nincs. Jó, hát a ízét még nem rakom be a rácsot, mert az fölösleges lenne, de idehozom. Bazd, a szélesítéseket is tudsz rakni. Eladta már ott a kukasz a mizei mögött. Jó, akkor be kell raknunk a hűtőt. Még mindig ott tartunk, hogy el kéne indítani a Verdát, ugye? Na, a hűtő befogatása. Induljon meg. Még mindig ott tartunk, hogy el kéne indítani a Verdát. Gyerekek, egy full zsírúj ladát építünk. Azt úgy vágjátok? Ez nagyon beteg jó. Alul. Jó, nincs, de van ott a... Persze nagyon meg kell nézni ezeket a csavarokat. Várj, az csavar? A nagy francot. Oké. Egyébként tök jó, ilyen homogén fehér színben vannak, pompáznak ezek a... Szóval mondjuk, hogyha rárak... Mi az? Ez hogy tükröződik? Mi? Oda nézzetek, full chrome. Ez nem ilyen volt. Ezt rá kell rakni ide. Oké, és akkor most már szerintem be lehet csövezni. Hogy a nagy szart. Megőrülök ez... Na de. Ezt itt le kell húzni. Jó. Gyerekek, minden oké, ám haladunk. Nincs semmi gond. Ez csak sima bilincs. Biztos ott is van. Ott nem, nincs bilincs. Semmi. Tehát semmi nincs, úgy látom. Semmi nincs ott. Minden csavar le... Ott van egy... Aha, jól láttam, ott volt egy csavar le, ott lehúzva. Itt valahol benn. Ott a... Az milyen csavar volt az? Acsé, ma izé, a vezetéknek vannak csavarjai. Ami a kasztnél rámegy, hallod? Itt is a... A generátornakra, meg a blokkra, ami ráment. Aha!
Úgyhogy nem hagytam ki semmit, hanem ott történt egy ilyen affér. Jó, jöjjön a másik cső. Ezt igazából megvan minden ám a motorral kapcsolatban. Úgyhogy el tudna indulni a motor föltölterénk, meg lenne gyújtásunk. Szerintem. Jó, oké, hogy tudom, nincs izé. Nincsen váltó, de szerintem váltó nélkül is el tudnánk indítani. Szerintem, ja. Miért ne tudnánk elindítani, ugye? Oké. Fú, de jó patika lett ez a verd a gyerekek. Remélem az aksi nem esik ki. Az ugye így tud mozogni benne. Na, kéne nekem egy műszerfal. Aminek a neve, az mi a neve? Dashboard. Dashboard. Egyébként az lehet, hogy... De most akkor már megveszek mindent újat. Figyeld meg, hogy nem lesz semmi. Bazzá, komolyan mondom, ezt megőrülök. Kell egy dashboard, meg kell egy ilyen. Kéne egy váltókar majd. Gyorsan átnézem. Pedálsor, az se ártana. Figyelj, mi kell? Nézzük át. Kézifék, az se ártana. Egyelőre kell egy ilyen, meg egy ilyen. Legyen egy... Bazzá, lehet, hogy vannak GT-k, nincsenek? Ez mi ez dashboard egy? Van egy másik fajta. Van izé. Tuningülés. Automata? Adjál már. Ja, nincsen kormányunk se, meg kormányrurunk se. Az se állt. Egyébként egy sportkorit azt nem lehet becsapni. Pedál. Ja, ilyen burkolatok meg ilyenek azok nem lesz nekem, azt el lehet felejteni. Ez versenyautó feeling lesz. Már kipróbálnám egyébként milyen a másik dashboard. Mert az lehet, hogy valami verseny. Ugye volt itt alul. Dashboard 1. Veszek egyet, azt meglássuk. Ja, várja. Ez 1002-es. Ez 1002-esé, az meg izé. Az meg 1005-ös dashboard. Vegyünk egy, rakjunk bele 1002-eset, nem? Igaz, egy kicsit hibrid már ez a berda. Úgyhogy kell bele egy óra is. Ja, egy kicsit hibrid már ez a gép. És hova tette? És mi az anyám van? Ez az, nem? 1002-es óra, hát akkor már ne vicceljé. Jó, vigyük ki. Ugye ahhoz, hogy elindítsuk, valószínűleg kelleni fognak, kell a műszerfal. Jó, tudom egyébként menőbb az 1005-ös műszerfal, de ez egy 1002-es. Igaz, hogy a front miatt, de hát a front miatt, amiatt úgyis, hol a frontunk? Ja, azt eladtam. Amiatt kettőkör lámpa marad. Szereljük be, ezt nem tudom, hogy kell egyébként, fogalmam sincs. Ha, négy darab csavar. És ez rendes csavar, húzó csavar, az meg a... Itt van-e? Vagy nem? Milyen szép lenne eddig tartani egy műszerfal beszerelést. Tudjátok egy műszerfal kivétel mennyibe, eddig tart? Hetekig, bazzá, komolyan. De tényleg. Oké, kéne nekem az óracsoport. Ez fogalmam sincs, ezt is megint hogy fogom befogadni. Ez így mi ez? Csak ennyit bepattintottam? Mondjuk ez lehet, mert nem engedi kiverni, látod? Úgyhogy ez lehet, hogy ennyi. Hol van egy újtás kapcsoló? Az a kormányoszlopon lesz. Kormányoszlop is kellene. Úgy gyerekek, minden is van itt. Kormányoszlop, és akkor lesz gyújtás kapcsoló. Na onnan. Hát ez lehet, hogy nem fog bevenni, amíg nincs kormányművünk. De. Dick. Igaz, nem kapcsolódik sehova. Ezt hova kell becsavarozni? Ott vannak a csavarok. Jó, oké. Okay. El akarom indítani ezt a kocsit ebbe a részbe. Mármint a motort. Kíváncsi vagyok, milyen hangja van. Meg hogy egyáltalán nem robbanik fel, vagy bármi, tudod. Úgyhogy ez mindenképp az lesz. Ebbe a részbe. Ezt be fogjuk referenteni, gyerekek. Ah, jó, rakok egy kormányt is azért. Egyébként érdekes, hogy egy sportkormány nincsen. Nem tudom. Tényleg nincs
Viszont ez a keresés, ez így elment borér. Hát ez nem tud mit csinálni vele. Komolyan. Az a szorisz. Érdekes, hogy az itt is van, meg ott is van. Ez mi? A hátsó lámpa. Ez mi? Ja, tekerő, bazze? Műzé tekerő, vagy valaminek a nyitója. Vaj, izé, motor. Úgy gyerekek, van itt minden. Égők. Toxi jelzés, te édes Isten. Hú, ilyet mindenképp kell raknunk, ez nagyon kell. Ez mi? Ez a levegőben emlő hátul? Mi ez? Valami éves, nem? Tudod, hátul van a C-oszlopon. Ne láss ki, rács. Roli lámpák! Bázz, van itt minden, hallod? Nagyon-nagyon mencsi verda lesz. De mit akarta egyáltalán most keresni? Ja, egy kormánykereket interjúrni. Valószínű, de lehet, hogy vettem is már, de nem értem, hogy miért nincs egy jó sportkori. Ülés az volt ilyen nagyon mencsi, de sportkormány az meg nuku. Meg még igazából nem is rendes izé volt. Na ezt egyébként megint, mivel fogom le? Gyerekek. Ezt aztán fogalmam sincs, hogy mivel fogom be. A kormányt. Gyerekek, a kormány az hogyan fog a híd maradni? Ezt így akkor... Ez lehet, hogy nem a legbiztonságosabb, hogy kiesik a kormány helyére, de hogyan anyámba fogom ezt így befogadni? Mert hogy egy bűnös csavart nem látok hozzá, az tuti. Hát volt. Ezt hogyan fogadod be? Hát ez a burkolat alatt kéne neki valaminek lenni, de hát ez hogy oldod meg? Na mindegy. Arra vagyok kíváncsi, be akarom szerelni az ülést. Ha megköszörültetem, akkor ez indít te. És akkor utána rakunk bele ugye folyadékokat. Jó, ezt lehúzom. Erre nagyon kíváncsi vagyok, ezt mindenképp ebben a részben meg kéne indítani ezt a zsigát. Talán nem robban fel a motor, meg semmi. Ezt mindjárt megtankolok, meg minden ám. Na, erre vagyok nagyon kivi. Hogy most ezt szépen beülünk. Helyre. Nem is kell. Hát ez nem annyira jött össze, gyerekek. Mi az anyám vagy? Baza, mi nincs jó? Miért nem akar indulni? Miért nem ad rá gyújtást? Az a... Olyan, mint hogyha nem lenne benne aksi. De! Ott van, jelzi az aksit, he. Hát tudod, van töltésünk. Be kéne ülöm. Majd leengedem, azt beülök. Mutatja a töltésjelzést. Komolyan. A gyerekek. Figyelj, kormány, minek ide? Hol van az izé? Hol van az indítások? Bele vagyunk keveredve ebbe a kormánybe, ezt kiveszem iddel. Oda lerakom. Leülünk. Ez nem nagyon indít. De miért nem indít? Figyelj! És nem azért. Én értem én, hogy nincs egy csomó minden benne. De hát benne a motor, benne az aksi. Be van ködve minden. Figyelj, az önindítónak kéne tekernie. De az önindító ugye a flywheel tekeri meg. Ott van. És oké, hogy nincsen rajta a váltó, de hát még kéne tekernie. Szerintem ez is pazzer, nem tudom, hogy van befogadva. Gyerekek, kéne egyet aludni, azt megnézni egy másik. Már megint ég ott fejlábban. Kéne egyet úgymond aludni, ezt elmenni hát, hogyha betölt egy lada. Megnézni, hogy ennek a befogatása érdekel leginkább. Meg tudom, hogy nincs belüzemanyag, de az üzemanyag nélkül is kéne tekerni az önindítónak. Meg ugye a váltós is benne, a flywheel tekeri az önindító. Úgyhogy meg kéne tekerni a minimum
Meg kéne mozdítani a főtengelyt, érted? Na, ott egy lada jó van. Na, nézzük ezt a zsigut. És erre kíváncsi vagyok. Figyelj, itt szerintem itt sincs beszerelve ez. Én azt látom, most komolyan mondom, hogy az a zsigú, na itt nincs, na jó, nincs beszerelő síd. Ugye? Mondjátok, hogy nincs beszerelő síd. Be van körve az is. Meg kéne tekernie azt a kurva motort. Kellene bele folyadékokat raknom, hogy nem tudom, most tudom, agyalok. Hogy mit csináljak vele. Lehet, hogy rakunk bele ezért üzemanyagot, meg föltöltöm folyadékokkal, rakunk bele motorolajat. Mert itt lehet, hogy az a gond, nem tudom, azt sem tudom, mennyi motorolaj kéne ebbe a kotlába. Nincs ebben ívópálca, ugye? Vagy mit ír? Semmit. Overall condition, jó. Vagy fölrakjuk a váltót, meg gardát, meg izét rakjunk. Hát, hogy az lesz. Hát, persze, nem értem. Kéne neki indítania. Be van minden ködve, bazza. Hond van. Egyik vezeték. Oh! Ott van egy csavar. Ott egy csavar nincs meghúzva, nincsen ködve, izé. De mi az? Azt már bekötöttem egyszer, vagy én vagyok teljesen hülye. Hát komolyan mondom, egyszer már bekötöttem azt a rohadt izét. Hol van most a kulcs? A veleték nincsen ködve be. Ott a... Hát most mi az anyád úr is? Ott. De be van. Azt hittem, hogy nincs. Figyelj, itt van az önindító. Az önindítónál is figyeld. Ó, az önindítóra nem volt rácsavarva. Akkor ez lesz az. Ez lesz az. A nagy faszt. Mi az anyád van? Jó, hát ezt le lehetne szedni, de minek? Ott is be van minden csavarva. Szelep... Üzék, vagy a... Mi az? Gyertyapipák rajt vannak. Na, bazd a gyerekek. Figyelj, az önindítónak kéne tekernie. Szódzi el, hogy kéne tekernie. Az tuti. Nincs olyan, hogy nem. Hol van az a kulcs? Meg van húzva. Meg van minden húzva. Tuti, meg van bazza minden húzva. Tök figyeltem rá. És minden meg van húzva. Aksing van benne. Néző is meg van húzva, mi az? Gyújtó trafó is. Ott van a csavarja, oda van fixálva. Meg van húzva, meg van. Bazza gyerekek, komolyan, most már kezdek megőrülni. Lehet, hogy a váltó nem tetszik neki, hogy fönnmond, de a váltóval meg az volt a problémám, hogy konkrétan nem volt csavarja. Várj, itt a kormányt, ezt levesszük. Kipufogónk is már csodálatos. A váltónak, figyelj, mert az ízét, az elindító, az ugye azt hajtja. Jó. Egye fene. Tudod mit? Hol az a váltó? Berakjam a váltót. De engem ez annyira idegesít, hogy ez a váltó, ez miért nem, miért nincsen csavar meg semmi, hallod? Aztán mondját, várjál. Ah, itt gyanús ez nekem. De nem, ott van egy ilyen tartó, egy ilyen keresztartó, de azon is nincs egy büdös csavar se bazza. Mindjárt megnézem komolyan.
Minden itt, minden, oké, minden, ott sincs csavar. Látod, ott sincs csavar. Ez lehet, hogy úgy működik, hogy ez... De, bazze, a váltót kéne tartania valaminek, itt valami nem stimmel. Miért nem, miért nincsen? Hú, de fölcseszelik, nem az gyerekek, komolyan mondom, ez nagyon fölcsesz. Ez nagyon felcsesz. Most azt nem mondjátok, ilyen dolgok tartják, mint a váltókar. Meg a... Most jó, belakom így. Nem tudom, indítok rá egyet, azt valami lesz. Én magam most ez frusztrál, hogy annak a váltónak miért nincs csavarja. De aztán lehet, hogy a kardán felől majd lenne. Oda né, az meg rendes csavarhúzó. Kardán felől meg lenne. De hát az eléggé kevésnek tűnik, nem? Hát a motorblokkhoz azért nem ártana oda csavarozni. Nincs több, kettő volt. Jó. Na hát figyelj, most már elvileg nem tudod kivenni, szerintem. De még mindig bazza ki tudod venni. Figyelj, ki tudod venni a váltót. Ki tudod venni a váltót? Ki tudod szerel? Ki tudod kézzel így kapni? Jó, akkor vegy... Én már nem értek itt semmit. Most ráindítok. Mi az tököm történik? Semmi bazza. Tök kéne tölteni folyadékokkal, lehet, hogy az a baja. Jó, töltsük fel folyadékokkal. Oké. Én benne vagyok mindenben, gyerekek, csak már induljon el ez a motor. Tudom, hogy nem, amúgy se egy nagyon jó dolog a folyadékok nélkül üzemeltetni egy autót, de megtekertethetné azt a rohadt izét. Várj, mi van itt? Fűtőfolyadék, veszek újat. Fűtőfolyadék, meg izé kellene, meg motorolaj, meg majd benya. Hűtőfolyadék. Ez mi? Sör? Lol. Na várja, kéne egy motorolaj. 1 liter csak elég. Nem, ez hűtőfolyadék volt, ez a motorolaj. Á, gyerekek, komolyan mondom, meg vagyok most itt ez lelőve. Meg akkor a hó van, be van lebbe az út is, de durva. Jó. Oké, csak jó helyre öntsem, nem igaz? Na, nézzük. Motorolaj. Hogy a fiú? Ez nem sikerült annyira jól. Na, most tölti. Aztán mennyi kell bele, hol írja, vagy valami? Mondom, egy idő után nem tölti, hogyha elég. Rálocsoltam a motorra. Gyerekek! Milyen hülye vagyok, persze. Na, nívópálca az nuku, gondolom. Ott a nívópálca, de... Működik a nívó... Csekkolja, működik, bazze, beszarsz neki. Azt hittem, hogy ez nem fog működni. Na. Aha, ott a maximum. Jó, akkor... Tudom, őha. Most ez komoly? Még hozok 1 litert. Mindjárt, még ebbe is töltünk. Ezeket ne veszítsem. Na vége lesz akkor itt mindennek, vehetek új hűtőt. Na, feelingelj, úgy. Nem jó, mellé megy, passzus. Érdekes, így jó neki. Nem mozduljunk, srácok. Ja, feltöltöm mindenképp a folyadékokkal. Még lehet, hogy hozok egy kis motorolajat, azt még öntök bele, mert az mellé ment fele. Lehet, hogy az is probléma neki, ugye a játék mechanikája nem biztos, hogy engedi, hogy én itt a járassa motort, izé motorolaj nélkül. De én, van egy olyan sonda gyanúm, hogy nem ez a problém. Hanem itt valami más. Oda nézzetek, baze, látszik benne. Nem mondod, figyeld. Ó, hát akkor van benne ebbe bőven, jó. Már ezt viszont kidobom. Ezt remélem kidobta. Ezt viszont rá is tudom tekerni akkor.
Okay. És akkor hozok még egy motorolajat, nem hogy leégessem ezt a kotlát, ha már egyszer összeraktam. Meg kéne. Jót hoztam, oké. Okay. Keeper the Tank garázs, figyeld! Mekkora komoly. Keeper the Tank. Ez megint kezdődik. Nem egyszerű beleönteni ám. Szóval mennyit lehet, hogy ez még már sok lesz. Jó, egyelőre elég lesz, jó? Mert már szerintem sok egyébként, mindjárt ellenőrzzük. Ez a maximum jel, ugye? Ja, ott a maximum meg a minimum, jó, kettő között van pont. Tökéletesebb már nem is lehetne. Super jó. Az mi az? Az egy légszűrő? Jó, az milyenek a légszűrője, bazza? Az egy motornak a légszűrője. Mit keresnek itt ilyen alkatrészek gyerekek? Azt fogalmam sincs, hallod? Fogalmam sincs, mert nem tudom. Na, most... Nézzük, föltöltöttük a... Nem ezen múlik, bazza. Hozzunk bele benzint is, hozok bele azt is, nem tudom van-e konnám, de ha nincs, akkor kövennem. Még vannak itt kipufogók, meg ilyenek. Valahol, nekem, mindegy, veszünk egy kannát. Egyébként tök jól állunk, 23 ezer, szerintem egyébként max még 10 ezerből az egész kocsi megáll, szóval nem lesz gáz. Jó, vettünk egy kannát. Ezt megtöltjük lehetőleg benzinnel. Ugyan. Hol van írva? Ja, ott a dízel, aha. Jaj. Az megint világít a lámpám, de mi? Ilyenkor? Jó. Ugye most feeling van, nem? Bazán figyeld meg, hogy nem volt feeling. És ez mi a tököm? Hogy működik ez, gyerekek? Az anyád. Valahogy ki kéne nyitni, de hogyan? Figyelj, jobb gombbal fölveszi. Bal gombbal szintén fölveszi. F-fel nem csinálja. És hogy apád? Lehet, hogy csak így, hogy... Ezt lehet, hogy mellé vagy... Na mindegy. Kifizette ilyenkor? Mindjárt megnézzük. Ah! Ez egyébként nekem egy kicsit ilyen nagy fasz, ez a része. Mert ezzel nem tudok mit kezdeni. Aha. Oké, ezt ide rakjuk. Ja, megpróbáljuk megtölteni. Van-e ebbe egyáltalán üzemanyag, mert mindenhova ment, csak oda nem, ahova kellett. Várjál, jobb gomb. A jobb gomba azt így hóna alá veszi, ha? De beszéltem, hogy dekaüzemanyag nem lett. Aaaaaah! Hogy működik ez a rohadék? Ma nem hiszem el, bazze. Hogy működik? Hogy kell ezt kinyitni például? Itt mutatja, hogy izé, ilyen, de hiába nyomsz, tököt belevered semmit, nem nyitja ki. Komolyan. Nem nyitja ki. Van itt egy ilyen ikon, bal gomb, jobb gomb, lószar, semmi, F-vel semmi, E-vel semmi, Q-val itt les, görgővel semmi, nem hiszem el!
De miért nem? Miért kell ezt így csinálni? Szóval miért nem nyitja ki? Mi az anyád, úristenem? Bazza kinyitotta, százszor rákattintottam, nem nyitotta ki. Egyszer bazza, akkor meg igen. Na most akkor. És próbáljuk meg. Locsolom az üzemanyagot, apám. Bele kell célozni, olyan pontosan megőrülsz. Na várjál. Nem hiszem, hogy megint nem talál bele. Na végre. Halljátok, tudjátok hány liter üzemanyagot cseszek el így? Borzalom. Fú, te. És százszor kattintottam arra a szarkupakra, és nem akarta a hajót. Jó, ennyi csak elég lesz. Ha ott van, mutatja is. De bazza, figyeld. Most megint nem csukja be? Na, végre bazza. Jó. És próbáljuk meg beletölteni. Ott is ilyen feelinget kell, ugye? Csak hát ez egy... Találd de bazza. Már ki kell nyitni. Megint. Most kezdődik a roham, gyerekek, mert nem látszok onnantól se. Jó. Hányan volt? Az se jó. Jó, töltötte valamikor, most már tölti, jó. Oh! Ezek a folyadékok a legfrusztrálóbb részei. Többiben meg vagyok, ki vagyok elég egyezve, de ez. Megnézzük, elvileg mutatnia kell, hogyha gyújtást rakok rá, hogy mennyi az annyi. Aha, félig van, jó. És bassza, nem indít. Nézd meg, nem indít. Félig van az üzemanyagtank. Izé van, minden van, és nem indít, gyerekek. Nem indít a kotla? Miért nem indít a kotla? Mi történik? Mi a franc van? Valamit, mit hagyok ki, gyerekek? Bazd, annak a szaros izének kéne tekerni, gyerekek. Akármi van, ha még a váltó nem lenne rajta, akkor is. Tényleg, most ezt mindenféle vicc nélkül mondom. Be van ködve generátor, rajta szíj. Be van csavarva minden is. Ott is. Fölül is csavarva van, rajt vannak a vezetékek. Miért nem teker? És ez valami játéktechnikai baj, mert tudja, hogy tekernie kéne, gyerekek. Hát el nem hiszem, hogy nem. Lehet aztán úgy van megoldva, hogy jaj, mert nincsen váltód, vagy valami. Akkor nehogy már működjön. Erre jobb magam mindjárt, tényleg. Tök jó, összeraktuk ezt az engine-t. Mondjuk azt, hogy miért nincs ez. Miért nincs a váltóhoz csavar, az ne kérdezzétek. Simán ki tudom venni, figyeld. És bazza ki tudta venni, és kiszakadtak ilyenkor a csavarok, vagy mi történt? Mert fölül én már azt rácsavaroztam. Ja, mert az csak a izére, a kasznéhoz csavarozod. Aha, jó. Kell egy gardántengely, azt valami lesz, gyerekek, mert itt ez így, én nem megyek semmire. Ez olyan durva. Na, engine. Hol van a gardán? Azt hogy írják? Menjünk, nézzük meg. Bár a kereső az meg van dögleve újabban. Ez kell nekem. Drive. Elfáradtam, vagy nem tudom. És nem jó ez, bazza, nem jó. És akkor valamelyik találom azt a drive shop. Ja, no, várjál, jó, meg lesz. Viszont itt meg egy olyat kellene, egy diffit, hogy egy zártat szerintem. Hegesztett diffi, mert ugye láttam, hogy volt. Itt van, 3-8-os hegesztett. Viszont kell nekünk egy ilyen. Meg kell nekünk, akkor itt kell lennie annak is. Ez mi? Baza, ilyen a izé. Fú, baza, vannak itt komoly dolgok. 4 hatos. Ez mit jelentenek? Gondolom áttételek. Na majd akkor ezt kell írni, basszus. 4 kettes.
De azt a drive üzét, azt még mindig nem látom. Ti látjátok? Á, itt van, jó. Oké. Okay. Na, figyeljetek, felszereljük ezt, akkor ez már biztos, hogy fixálni fogja a többi dolgot. Ez hol kapcsolódik? Hú, gyerekek, nagyon meg vagyok izébe szenvedve egyébként ezzel a játékkal. Most komolyan mondom, én ennyire ritkán szoktam szopni. De ezzel most iszonyat szenvedés van. De nem az a fajták vagyunk, akik feladják. Egyébként ez a T, ez nem is volt hülyeség ez a lámpa, mert legalább valamit lát az ember. Oké, nézzük, hogy hol az anyában van ennek a csavargya. Megint hol van csavargya. Ott az lenne. De nem, várja. Ez, ennek bazzer tudod hova kell csatlakoznia? Ez nem fixen áll. Hülye ne legyél. Hát a izékhez, a lengőkarokhoz kell csatlakozni, a hátsó lengőkarokhoz. Itt az anélkül, hogy oda nyertbe akarod felfogadni. Á, gyerekek, itt ez nem egyszerű. Ez mi van? Van? Mi ez, hogy? Mik ezek? Hát ez meg vagyok izébe. Jó, gyerekek, ez mi? Uber 4, meg ilyen tököm tudja, mi az anyám balagák ezek. Front? Igen. De biztos, mi? De mi az, hogy... Alsó. Ebből van alsó, meg felső? Veszünk három ilyet. Jó, bocs. Úristen, miből áll ez? Ez komolyan. Ne varítsatok, gyerekek. Mi ez a hátsó futómű rendszer? Én már itt térdig gázolok az alkatrészbe. Hol van egyébként a hátsó futóművet? Ja, ezt meg szétkaptam, mint majom vekkel, azt sem tudom, hogy hogy van mi. Jó, Mária, már gondolkozz el. Ez valahova... Ez ilyen keresztbe jön, azt hiszem, ugye? Igen, ez keresztbe jön. Jó. Ez legalább be tudom csavarozni, meg igazából ezek fogják fogni. Tudod? Hol van egy kulcs? Ezek fogják fogni. Hát magát a hátsó hidat. Hát bazzen, az nem a levegőben van. Meg nem fixemben. Hol volt itt a kulcsom? Kicsit izé vagyok. Tudtam, hogy van szopás, de hogy ennyire. Jó, egyébként összerakom ezt a hajtásláncot, akkor szerintem onnan már, hogy elevickélünk. Jó, ez megvan. Nézzük ezeket. Ezek hova az anyámba mennek? Jó, hogy mutatja. Aha. Miért a jobb és a bal az nem egyforma hosszúja? Hát hogyan lenne egyforma hosszú egyszer? Na mi van már? Ja, hát hogy lenne egyforma hosszú? Ha egyszer az ilyen aszimmetrikus hátsó futóbű lenne ennek a szerencsétlen gépnek, mi? Hát azért ezt megcsinálták, öcsém, hogy izé van, tényleg ez ilyen full aszimmetrikus. Ugye azt hiszem, akkor normálba ülteted, akkor az a gond, hogy emiatt a rúd miatt, emiatt a keresztrúd miatt, ugye eltolódik, hogyha ugye minél lejjebb megy ez a, vagy följebb megy ez a rúd, amikor ülteted lefele, akkor ugye tolja balra a hidat konkrétan. És emiatt a ladáknak az ültetése kicsit komplikáltabb. Na és akkor ezt most már végre tudod valamihez is fogadni. Ami nem egy utolsó szempont, például ehhez. Ahhoz nem is kell, hanem az mi, az valami csapra megy, vagy mi az anyád? Nem. Úgy. Úgy. Na, így most már egy kicsit barátibb, ugye? Sikerült, megoldottuk. Ja, egy kicsit nyögvenyelős, de nem nagyon szoktam olyan sűrűn izéket. Lada hajtásláncokat szerelni, komolyabb oldom. Kéne nekem egy... Volt nekem egy valahol. Hova tettem?
Ja, a difikkel nem vagyok tisztában az áttételezéssel. Hát ezt jó lenne súgna valaki, mondjuk azt elég könnyű lecserélni a difit. Veszünk egy difit. Figyelj, melyik a legdrágább? Az általában az nem szokott rossz lenni. Ja, minden egy ilyen gyárban van. Az meg a legjobb, oké. Okay. Figyelj, veszünk egy ilyen 4-2-es. Ez mi az a heavy duty hub? Ezt nem tudom, ezt megnézem, most veszek egyet. Meg veszünk egy ilyen zárt. Ez mi az a heavy duty hub? Ez mi az a nyelvvalaga? Azt nem tudom, gyerekek. Jó, viszont legalább a diffi az bel lesz hegesztett. És ha már ide berakom a... kardánt, akkor talán már valami fog itt működni. Gyerekek, pillanat. Ezt le kell engednem. Le kell bújnom a felső részét, ugye az csak úgy tudod így lehúzni. Az. Oké, okay, meg vagyunk ezzel. Én rendesen örülök neki, amikor egy alkatrész bekerül. Oké, okay, és akkor jött a kardán tengely. Gardán vagy kardán? K-val kéne elvileg, ugye? Azt mindenki gardánozza. Most azon filózgatja Keeper. Az, ezt is mi fogja? A csöm, vagy mi? Ez se... Gyerekek, ezeket mi az anyám valaga fogja? Én ezzel nem vagyok kibékülve, hallod-e? Ja, ott van csavar, jó. Oké, okay, megnyugodtam. Elől meg, megindulok, de! És akkor itt mondom már... Jó, innen már nem jön ki a váltó. Aha, jó van, oké. Okay. Érdekes egyébként, hogy a váltóban nem mennek meg a motor közé csavarok, azt én nem tudom felfogni. De most megpróbálok megjönni egy indítást, már igazából a hajtáslánc konkrétan nyílkészen van. Ugye? Rajta volt egész végig a gyújtás? Remélem az aksi nem merült le. De miért nem indít, srác? Van benne üzemanyag, van benne minden folyadék. Ez miért nem indít? Ha? Miért nem indít ez a kotla, gyerekek? De ezt föl nem foghatom, hogy miért nem indít ez a kotla, gyerekek? Mondja már meg valaki, hát mindjárt ezért megbolondulok. Hogy ez az aksi le van merülve, most vettem bazza ezt az aksit. Mindjárt felrakom töltőre, megnézem, mert ma tényleg nem tudom elképzelni, hogy mi van. Hol van az aksi töltőm? Volt egy aksi töltőm. Fasz, megnézem, hallod, felrakom az aksi tölteni. Ez mi? Levegőszűrő. Ja, itt vannak olyan alkatrészek, amik nem ehhez valók. Hol van az aksi töltőm? Volt egy aksi töltőm. Ott van lenn. Nem tudom megképzelni, tényleg, hogy miért nem tekeri meg. Meg kéne tekerni a gyerekek. Ez nem normális az a dolog. Na, már valami legyen. Rakok, fölrakom, hát lehet, hogy ez, figyeld. Zsirulj, bazza ez az aksi. De ezt te ki tudja, komolyan, én kinézem belőle, hogy nincs feltöltve, de hát... Ja, mondjuk nem tekeri meg a... Itt is jó minden, nem? Azok le vannak húzva, fasz, már mindenre gondolok. Ez egyébként a legnagyobb móka itt. Azok nem is, azok csak design elemek. Gyerekek, gyertyapipák rajd vannak. Gyújtás elosztó, rajd van. Nem tudom.
Még erre az aksira tudok gondolni, hogy nincs elég Kraftwerk, és egyébként eléggé úgy néz ki, hogy nincs is. Kéne egyet aludni. Ja. Jó, hát szerintem viszont a váltó az meg így működik, ennyi. Ja, alszunk egy pár napot. Azt mondja, hogy... Ja, tével akarok aludni, ezért kapcsolódik mindig fel. Na. És aludtam 2 napot. És bazd, az aksi, szerintem az aksi nem volt föltöltve. Azért az cudar, nem? Hogy veszel egy zsírú jaksit, azt 10 töltőre kell csapnod. Na, erre kíváncsi leszek, gyerekek. Az nem. Nem indul ez a kotla, gyerekek! Miért nem indul ez a kotla? Mondjátok meg! Miért nem indul ez a kotla? Ha? Ha bozza, be van ködve elektrogyosan. Ha figyeld, nézd meg! He. Most meg izé. És meg azt írja, hogy nincs aksink. Láttad? Nem volt izé... Nem volt töltésjelzőnk. Mi van, bazze? Gyerekek! Hát meghalt az aksi. Mi van itt? Mi folyik itt, Gyöngyösör? Mi folyik itt, Gyöngyösör? Vagy mit csináltam? Nem jó csináltam ezt az aksi töltést. Hát én már eléjön magam, gyerekek. Komolyan mondom. Telefonos segítséget fogok kérni. Veszek egy új aksit. Hát ezt nem hiszem el. Ezt lemerítettem? Vagy mi? Ezt rá kell volna tenni valami... Bármire? Én meg vagyok bolondulva. Figyelj, itt van a bateri, és nincs nagyobb. Hogy valami nagyobb kell ennek a szarnak. Vízpump, mindent beszereltem. Bazza, ezt nem szereltem be. A hűtőventilátort már rájöttem, jó van, az biztos, hogy nincs beszerelve. Úgyhogy az lehet, hogy gyanús. Viszont szerintem egy aksit ezt kinyírtunk valahogy, sikerült, rajt hagytuk töltőn 100 napig, nem tudom. És az izét viszont nem, ez jó. És van valami hűtőventilátor valahol, azt nem raktam föl. Lehet, hogy az a gond? Nehogy már ez legyen a gond, akkor megvadulok, gyerekek. Hallod, ez volt a gond, akkor réni fogok. De durván. Na, ne, ennyi. Ez képes egy játék megszivatni szerintem úgy. De várjál, hozzuk az új aksit. Ezt meg menjen a levesbe. Hát ez is ám aztán. Na mi van már? Ja, nincs is benne. Hozzuk az új aksit. Aksi jegyeket veszek. Mennyiben van már? 22 000-en van, úgyhogy tök jó egyébként. Tele vagyunk sérülve. Azt kiírtuk az aksit, én biztos vagyok benne. Az nem jó most meg a izé. Hát mi történt, gyerekek? Hát most meg még annyi sincs, mint volt. Várjál! Nem kell meghúzni itt valami csavart? Nem az anyádat, nem bazzá. Hát ez meg szivatott. Szálljál be az ülésbe? Elindult! 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 Kellett! Menj jól, minden működik! Jaj! Ne! Nem volt lehúzva. Kipufogó egy kicsit nincsen. Várjál! Várjál, kell egy pedálsort venni. Jaj, Istenem! Elindult! Ez volt a baj, nem volt lehúzva. Hát bazza a saruk! A saruk nem voltak lehúzva. Hó, a pedálsort már vettem szerintem. Azt tudom, mi van, merre van. Vegyünk egy pedálsort. Azt nem kell szerintem bekötni, csak bepattintó. Azt tudok nyomni gáz neki. Jaj. Úristen, teljesen és annyi. De mi van? A pedálsor az nukó? Ez valami nem stimmel. Iha. Ez nem csak így megy. Várja, a pedálsoron volt valami. Arra emlékszem, hogy a pedálsoron volt valami cucli. Nem? Nem volt. Miért nem megy ez be a helyére?
Gyerekek, miért nem megy ez be? De az... Miért nem megy ez be? Már onnan a pedálson tuti nincs valami? Nem, ez tök ugyanaz, csak össze keverjem. Gyerekek, ez valahogy... Valahogy nem stimmel, nem igen megy be a helyre. Ez mi? Hát ez valaminek a... Nivának, Nivának. Gyerekek, miért nem megy be a pedálsorunk? Ojaj. Miért nem megy be? Nem jó ebbe? Dehogy nem. Jó nagy ez. Mi ez? Lada. Lada kupé. Ez jónak kell lennie a gyerekek. Ez a pedálsor, ez nem igen akar felugrani helyére. De why nem? Várjátok, ha megnézzük, nincs valami lada itt, aztán akkor lelessük róla. Bazzef, pedig a kövér gáz nyomnék. Sajnos kellene ez hozzá. Fú, bazzef, ez aztán komoly szerelések, azt a betyáró is tett. Hát rendesen meg vagyok lőve néha. Mondjátok, hogy egy lada betöltődik. Ott az egy lada, ugye? Az hát. Jó, de jó, 1002-es. Na nézzük azt a pedálsort. Még jó, hogy így betöltődik ide, aztán itt le tudom lopni a dolgokat. Ja, bazza, ez jó, magasra megy egyébként. De szerintem rohadtul nem kell hozzá semmi. Na, várjál már, testvérem. Kormányoszlop megvan. Ja, semmi extra. Szerintem semmi más. Másik oldalról nincs valami. Azért vannak itt ilyen fékcsövek, meg ilyenek, azok lehet, hogy nem általának bekötni. Aha, lehet, hogy itt azért vannak még. Mert a pedálsor az valahol ide megy föl. És ugye itt van például a kormányműnek a munkahengere. Ja nem, bazza, izé. Fékrásegítő az, vagy pedig a kormányszervó. Melyik az? Mindjárt meglessük. Nem tudok átugrani az elkerítése, vagy... Áh! Halljátok, hogy néz ki ez a garázs? Ó, de édes Istenem. Na, viszont akkor meg kéne nézni ezt. És az hol van? A breaknél. Ja, itt vannak. Igen, ez igen, és lehet, hogy ez kellett hozzá, de megnézzük, nincs a tuning, de nincs. Fék pofák. Ó, és rakhatok hátra is izéket. Tárcsát. Az jó lesz. De szerintem egyébként ez volt a hiány. Lehet, hogy ez nem ártana neki, és akkor valahova tud is csatlakozni a fékpedálunk. Oké, és ez hogy megy bele? Ó, lehet, hogy ez megy a másik oldalról, ugye? Aha, hát ez így jön össze. Érted? Hogy akkor ezt itt a másik oldalról csavarod be. Csak megint hova raktam a kulcsot? Bazza gyerekek. Minden kellene nekem 5 kulcs. Ja, itt van pont. Az. És akkor most már be fog menni a pedálsorunk. Szerintem, amit azt se tudom, hova tettem. Á, itt van. Amúgy nem olyan egyszerű ám így rájönni, oké, nézzel róla a videót, biztos tök vágod, hogy tök könnyű úgy. De hogyha, hát ez meg mindig nem jó, valami még mindig hiányzik. Ügy gyerekek, ezt most beleaprította oda. Hoppá, valamit levettem, valamit levettem, de mit vettem le, éh hülye. Álljál már föl. Talán semmit, ja, fék folyadék. Ez sikerült, ezt tudod, beakasztod a papám. Na. Nehogy már azt vedd ki, azt a rohadt fékpedált vedd. Oh shit. Én hülye gyerek már, megint mit csináltam? Na. Pedálsz, jó. Ez a pedálhoz még úgy látom, hogy kell valami. Ez olyan nem akar fölmenni még. Ó, francba már megint leesett.
Jaj, de jó, meg ráment, jó. Ez nem volt egyszerű. Fölmegy addig a ladának a fékpedálja oda fölülre. Ez brutál. Na. Oké, lecsavarozzuk. Tudok neki gázt adni. Yes. Arra vagyok kíváncsi, milyen hangja lesz, srácok. Oké. Na. Kiszabaduljunk innen. Oké, ugorjuk be. Na. Félig van a tang. Jó, semmi hangja nincs. Egyébként ugye lenne fordulatszámérőnk a másik. Lenne fordulatszámérőnk ugye a másik izével, másik műszerfallal. Mert az ugye tud olyat, úgyhogy lehet, hogy azt csinál, hogy gyorsan kikapom, azt nézzünk egy fordulatszámot, azért kíváncsi vagyok, hogy mit tud ez. Dinóra el lehet vinni? Marvin 10-re? Teljesítménymérésre? Mindjárt cserélünk egy műszerfalat gyorsan, gyerekek. Meg azt valaki írja meg be, hogy a korbányt hogy tudom berakni. Sőt, tudjátok mi lenne a menő, hogy nem lenne műszerfal, ilyen nagyon kikönnyített lenne a verda. A gyerekek, miket mivel itt a keeper? Na ebben elvileg olyan lesz, hogy ebben van mit. Hát ugye a 1005-ösben már volt. Be tudom rakni? Ja, be tudom rakni. 1005-ösben már volt. Fordulatszámmérő is. Figyelj, szerintem egyébként tök jó alakuló. Mármint, hogy összeraktuk a motort. Kicsit bánom, hogy nem valami húgós üzét, sorhatot raktunk össze. Ez az itt a fordulatszámmérő, hát szerintem ki fog akadni 7000-ig kb. Nézzük így. Hát ez sokkal menőbb, nem? Sokkal menőbb. Ja, meg egy csomó, sokkal több a izé, műszer. Van töltési jelzőnk. Tudok váltani? Hol? Felváltottunk 5-be, gyerekek. Pizzén! Ezen a szaron. Á, ne, ide egy izé kellett volna, gyerekek. Jó, nem lesz ez rossz ez a lada, ez lesz az alapverseny ladá, milyen rallira. De mindenképpen csinálunk valami dragladát is, valami V8-a vagy valamivel. Hát ha figyeljetek, össze kell rakni. Ennyi. Jó a motor, minden oké. Berakjuk a kézifékkart. Megcsináljuk a kasznit, azt készen van a zsigu gyerekek. Várjál, zsigubigule. Hadd hozzak nekem. Jaj, várjál, azt elcsesztem a GT rácsot. Egy buddy kell nekem egy GT-s rács. Ilyen. Egyébként, ja, egész jól lehet gazdálkodni ebbe a játékba pénzzel, mármint, hogy nem egy ilyen horribilis drágák a dolgok. Ó, hát ez jó lesz ez a rács. Mondta az? Mi ez? Mekkora csavar? Ja, ez csavarhúzós. Jaj, de jó, nem kell lehajolni, middel ér. Zsirúj lesz minden, gyerekek. Ja, ezzel a fronttal. Rally lámpák, azok hogy néznek ki? Várjál, hát ezt ki akarom próbálni. Én láttam ilyen rally lámpákat itt. Meg a roll cage. Ezt is meg kell venni. Ott volt a rally lámpa. Hogy az volt az? Júj, meg a szélesítések. Jaj, most már nem be vagyok izélve. Őrülve. Tetőcsomagtartó is, minden is van. Na nézzük, az a roll cage, az kemény. Dík. Hát lehetne ilyen izét, ilyen homokfutót, hallod? Föl kéne rakni rá az a... Hogy kell ezt lefogadni? Hol vannak a csavarjai? Alulról? Azért hol vannak ennek csavarjai? Na nem látok csavarokat róla. Bele kell hegeszteni, vagy mi a pöcsöm? Ez komolyan meg vagyok lőve megint. Nem látok csavarokat, látod? Ezt nem, azt nem mondják, hogy bele kell hegeszteni, megőrülök. De nem.
De te annyira, hogy kiszakad a roll cage-om, nem? Ezt ki tudom venni így. Nincs csavar, hallod? Komolyan. Tényleg nem látok csavar, de miért? Miért nincsen csavar? Sanyi, ne csináld! Nincsen, bazd. El tudom rélni magam néha ilyentől. Nem tudom, hogy mi történik. De egy bürös csavar nincsen, gyerekek. Ezt nem vágom. Na, egy-két dolgot, hogy akkor valaki mondja meg, hogy mi legyen. Az egyik dolog az, hogy milyen legyen a maszk. Szerintem ez egyébként nem olyan csúnya. Bár az sima 1500-ése volt rossz. Ó, nem rossz ez. A roll cage-t hogy kell beszerelni? Mert nincsenek fegesztési pontok, meg semmi. Az hogy van akkor? Hát ez érdekes, nem? Bár lehet, hogy a izéhez lesz. A küszöbhöz lesz, mert ugye a küszöbben még nincs benn. Úgyhogy az elképzelhető. Jó, működőképes és iga. Indul. Bírom egyébként. Nagyon jó. Nagyon jó. Oké. Na, valami sportkiput majd alárakunk, vagy pedig semmilyet. Aztán ki fogjuk próbálni. Figyeljetek, lehet, hogy azt csinálom, hogy ki fogjuk vinni egy körre így majd. Hát bánom egy picit, hogy nem valami erősebb motort. Ez a 1.8 turbo, ez nem tűnik olyan erősnek egyelőre. Bár aztán lehet, hogy az lesz. Figyeljetek, annyit csinálunk, felrakjuk alá a futóművet, teljesen, befejezzük. Azt kivisszük, meg rakunk rá valami jó széles lemez felnit, vagy valami jó rally felnit, nem tudom. Azt is írjátok meg esetleg, miért szeretnétek, mert igazából. Jaj, de jó, egyébként jó idő van most már. Ja, meg van tető, meg minden itt. Ezeket meg majd eladunk mindent. Szerintem egyébként simán kihozom, hogy 15 000-ig fogunk lemenni pénzbe, és akkor kész lesz a Verda. Kész lesz az első rally gép, egy kicsit bárom nem nagyobb motort csaptunk bele, de lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy kompletten kikopjuk majd a motort, vagy valamit csinálunk ezzel, aztán lehet, hogy építek, figyeljetek, ott lesz a motortároló, építünk egy másik motort is, aztán akkor izelhetők, tudjuk cserélni, mert egyébként nem egy nagy kunszt lecserélni őket. Azt nem tudom még, hogy akkor ezt ki tudom teljesen cserélni, ezt a alsó dolgot, ami tartja. Ha egy V8-at akarnék belerakni, vagy egy sorhat. Egyébként egy Huawei turbodizel sorhatot kipróbálnék. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, csá!